Na szevasztok srácok, Csipi vagyok, és szerda este kijött az új swap DLSS BC, ami egy foot swap DLSS játékost. Méghozzá hol van? Itt van egy ilyen lengyel figurát. És ugye az SBC-be is kell egy lengyel játékos, aki ráadásul rare, hiszen 11 rare játékos kell bele, minimum 3 klub, ugye, és minimum 3 liga, 85-ös team chemistry. Hát ezt nekem volt egy ilyen lengyel nem eladható játékosom a Napoliból, úgyhogy ezt raktam bele. A többi lengyel játékosomat meg eladtam, mert 9000 coinba mennek a leghulladékabb rare lengyel játékosok is. Ugye itt van sok PLS, itt két spanyol, ugye egy belga spanyol, meg egy spanyol spanyol, majd a liga. Ők három olasz, de ugye csak a loyalty miatt jött ki a chemistry a 85-ös, hiszen mindenki nem eladható innen. Ez csak amúgy 74-es összhang lenne, hogyha mindenkit megvásároltam volna a transferről. Na, nyomjuk is el. És akkor elkészültünk a következő FootSwap DLSS játékost adó SBC-vel. Egy ilyen Budzilek 60-as goalkeeper, vagyis kapus. Jöhet a fapados walkout. As számmal sétált ki nálunk. Ugye megegyezik a sima kártyájával, csak a design más, ezt mindig elmondom, beleküldöm a klubba. És be is tesszük akkor már ugye a swap díszes SBC-be, ebbe a midicom packosba. Itt is van. Ez a hatodik srácok júniusban, a hatodik ilyen foot swap díszes játékos. Gondolom majd most három érkezik pénteken megint. Hát ez egy nagyon egyszerű SBC volt, ugye csak az volt a kritérium, hogy ezért legyen egy lengyel játékosatok, különben vennetek el egyet 9K-ért. Tetszett a videó, akkor dobrá egy lájkot, Csipi voltam, szevasztok!